Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Toszili Katalin az országgyűlés volt elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök megbízottja, személyes megbízottja. Kezdjük csokolom, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Ezen a nem éppen télies reggelen, hűvös azért van, de ma 6 és 15 fok sőt, között volt, aki 20 fokot említett, tegnap hallottam olyan meteorológust is, hogy 20 fok közelébe is mehet. Úgyhogy én is azon gondolkodtam, hogy most a tavasz jön, vagy megyünk bele a télbe. Hát pedig nem kéne, hogy az időjárás a mezőgazdaságot megbolondítsa, mert utána mi leszünk a vesztesek, hisz a föld, a fák és a madarak másképp reagálnak ezekre, meg az embereknek is nehezebb, hogy hol nulla, hol 20 fok között vagyunk. Ön azóta is, amióta nem házelnök, rendületlenül dolgozik, és érdekes módon ugyanazon. Igen. Szili Katalinra szokták azt mondani, hogy igen, mint a sláger mondja, hogy ő ugyanaz, és a problémák ugyanazok. Szívügyének tekinti a történelmi Magyarország lakóinak a sorsát, tehát nem csak akik a jellegi határokon, hanem előtte is. És mint az ország, majdnem mint utazó nagykövete, Orbán Viktor nevébe megy és szervez, rendez, konferenciákat tart. Hol járt legutoljára? Hát éppen a hétvégén jöttem haza Kijevből. A kijevi magyarok ugyanis éppen a 30. mármint az egyesületük, amit létrehoztak 30 évvel ezelőtt, 30. évfordulóját ünnepelte, és ezért Kijevbe összejött az Ukrajnában létező valamennyi diaszporában élő magyarság, sőt a tömbben élő kárpátalja is, 19 szervezetük volt jelen, és velük volt egy találkozó, és volt egy ünnepi konferencia, ami a 30 évet áttekintette, és átadtam ott Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úr üdvözletét, és Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár úr oklevelét, amit küldött nekik, és némi támogatást is. És nagyon jó volt látni azt, hogy, és akkor itt egy zárójelet hagynyisak, mert a félelmem mindig az, hogy egy generáció viszi magával, vagy a hátán az egész nemzetpolitikai ügyét, és a félelmem mindig az, hogy esetleg az ifjúság a mai világban egész másként gondolkodik a közösségi életről, és jó volt látni, hogy ott voltak fiatalok, elég sokan voltak fiatalok, akik ott el is mondták, hogy számukra fontos az, hogy tartsák a magyarságukat, gyerekeiket hétvégi iskolába írassák, és ott magyarul olvassanak, jussanak hozzá kultúránkhoz. Úgyhogy az egy jó érzés volt, hogy nem csak a Kárpátokon inneni, hanem a Kárpáton túli magyarság is összetart. Nagyon érdekes, hogy az onnét Izraelbe kivándorolt emberek, és azoknak az unokái, azok nem más nyelven, hanem magyarul beszélnek. A legnagyobb összetartó erő, összetartó közösség Jeruzsálemben, ott találkozott is velük. Igen. És ebben az a fantasztikus, hogy egyrészt a magyar nyelv tartja össze, ugyanakkor a szülőföldhöz való ragaszkodás miatt önmagában az is, hogy ők Kárpátalján vagy éppen az Ukrajnában élő magyarság, és bárhova megy a világba az ember azért ezt érzékeli. És nagyon jó volt, mert jól volt összepakolva ennek a három napnak az egész programja is, hiszen volt kiállítás is, méghozzá olyan magyar művészek, akik szintén ott kint élnek, sőt, még annak idején Budapesten kétszer is nagykövetként dolgozott Kács úr, aki egyébként kárpátaljai, beszél magyarul, de Ukrajna nagykövete volt két cikluson keresztül Budapesten, és nagyon jó volt látni a kijevi művészeti akadémián, kint voltak azok a képek, amiket nagykövet úr festett Budapest nevezetességeiről, úgyhogy voltak ilyen unikális dolgok is. Hát úgy tűnik, hogy a kultúra és a művészet a szerves része a mindennapjainknak. Mit tudott meg ettől a 19 szervezettől, mikorra várható, hogy az új elnök rendbe hozza ezt a, hát mondjam azt, hogy nem éppen demokratikus, vagy
akár mondhatom azt, hogy a magyar anyanyelv ellen, illetve a polgárok elleni döntés. Hát ez egy elég sajátságos 3 év volt, ami mögöttünk van, hiszen 2017-ben volt az az esemény, amikor az egyébként normálisan működő oktatási törvényt módosította az ukrán parlament, aztán következett a nyelvtörvény, és most van az asztalon még egy olyan törvényi szabályozás, ami hát remélem nem fog bekövetkezni, ami a régiókat alakítja át, és sajnos például a beregszászi járást, ahol még többségben van a magyarság, úgy akarják átrajzolni, hogy ott már ne legyen többségben a magyarság. Nyilvánvaló, hogy mind a 3 törvénytervezet olyan, ami jogokat sért, tehát megszerzett jogokat sért. De így a büdös életben nem fognak sem a NATO, sem az Európai Unió. Hát azt gondolom én is, és én nagyon helyesnek tartom, hogy a magyar kormány kitart amellett, hogy mindaddig vétózza, inkább így fogalmazok, a Ukrajna NATO tagságát, amíg ezeken nem változtat. Hozzáteszem, hogy mind a 2 törvény esetében, tehát az oktatás és a nyelvtörvény esetében is a Velencei Bizottság elég keményen kritizálta ezeket a törvényeket. És amit szerkesztő úr kérdezett, vagy főszerkesztő úr Péter egyszerűen kérdezett, bocsánat. Én Önnek azt szoktam, simán Péter. Köszönöm, elég régóta ismerjük egymást, és ez nem múló állapot az életünkben. Tehát azt hiszem, hogy nagyon nagyok voltak az elvárásaink az iránt, hogy esetleg az új elnök ezeken komoly módosításokat tesz. Eddig ezek még nem voltak érzékelhetők, sőt, most a regionális törvénytervezet azt jelzi, hogy igazából nincs túlontúl nagy szándék arra, hogy meggyőzzék azokat a nacionalistáikat is, akik gyakorlatilag magyar ellenesek. De én remélem, hogy eljön az idő, hogy egyrészt ezeket a hangokat kicsit megpróbálják semlegesíteni, ugyanakkor hát azért nem szabad, hogy mi annak az áldozataivá váljunk, hogy ők az orosz kisebbséget szeretnék büntetni, akkor azért nem lenne jó, hogyha a kárpátaljai nemzeti közösségek is ennek áldozatává esnének. Na de én valamit nem értek. Először is magyarázza meg nekem, hogy ugye a magyar parlamentben faltól falig mindenki így gondolja ezt. Tehát a nem kormánypárti képviselők is helytelenítik ezt a törvényt. Én azt gondolom, hogy igen. Ezt önnek tudnia kell, hisz valamikor... Az a helyzet, Péter, hogy azért nem tudom, mert elvileg tudom kéne. Volt egy a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának épp az elmúlt héten egy regionális munkacsoport ülése, ahol az ellenzéki társelnök nem vett részt, elment, mert hogy más dolga van, és az ellenzéki pártok közül az LMP és a Jobbik vett részt. Nem tudom a többinek mi a véleménye erről. Ott egyébként az egyik napirendi pont, az pontosan a kárpátaljai magyarság kérdése volt, elsősorban a regionális törvénytervezet, vagy a regionalizmusról szóló törvénytervezetük, de hozzáteszem, hogy más nyilvánvaló nem kerülhető meg, hogy más kérdések is szóba kerüljenek. Ott nem tudom meg. Én nagyon remélem, hogy mindenki ugyanúgy vélekedik ebben, hogy igenis, nekünk ki kell addig tartanunk, amíg az ott élő nemzettársainkat nem tudjuk abban a helyzetben, hogy a szülőföldjükön tudjanak élni és boldogulni. Hát így is. Ugye magyar állampolgárságot sem vehetik fel, mert a 2-es állampolgárság Ukrajnában tiltott, és hát sorolhatnám. Például, ami nekem egy szívfájdalmam, hogy más országokhoz hasonlóan az alkotmányukban az ott élő nemzeti kisebbségek nem szerepelnek úgy, mint államalkotó tényezők. A magyar alaptörvényben és előtte az alkotmányban is konkrétan benne volt, hogy az itt élő valamennyi kisebbség államalkotó tényező. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon egyenjogúak teljesen a többivel, és elismeri őket. Ugyanakkor szomszédos országaik nagy többségében ez egyáltalán nem szerepel. Na de ha megnézzük Ukrajnát, akkor ott nagyon sok olyan település van, ahol az állampolgár ki sem ment a falujából, vagy a városkájából, és határok jöttek, így mentek van át rajta. Szerint számításaim szerint körülbelül 7-szer. Ugye van is egy nagyon kedves vicc, hadd osszam meg önnel és a nézőkkel, hogy a II. Világháború után ugye
Józsi bácsit megkérdezik, hogy Józsi bácsi, hova akarna kerülni, mert a házánál menne át a határ, Szovjetunióba vagy Csehszlovákiába, és akkor mondja, hogy hát inkább Csehszlovákiába, mert Szovjetunióban hideg van. Szóval azért ez egy tényleg, hogy mondjam, ilyen sírósan, szomorúan vicces dolog, de egyszerűen tényleg így van, hogy ők élnek a saját szülőföldjükön. Én visszaemlékszem Kis-Szelmenc, Nagy-Szelmenc, és ezt hadd osszam meg a nézőkkel, amelyik egy olyan magyar település, színmagyar település, amelyiknek egyik fele az valóban Ukrajnában van, a másik fele meg Szlovákiában. És itt évekig a határ le volt zárva, úgyhogy úgy tudtak például temetésen elbúcsúzni a hozzátartozóiktól, hogy odatolták a koporsót a határkerítéshez, és úgy búcsúztak el, mert egyébként 100 kilométert kellett menniük, ha át akartak menni. Én bízom benne, pedig nem az én feladatom, hogy az új elnök, aki egy kisebbséghez tartozik, és ukránul sem olyan gyönyörűen beszél, mint oroszul, nagy problémák előtt áll, és egyszerre sok mindent kell megoldani, úgyhogy remélem megoldódik. Én adnék neki pár napot, hogy magához térjen, és sorba vegye ezeket a problémákat, és a parlamenti képviselők is kellő tisztességgel, főleg így majd az ünnepek után. Legyen így, az új esztendő hozza ezt meg. Kedves nézőim, annyi maradt még hátra, hogy boldog békés ünnepeket kívánok. Én is békés ünnepet kívánok mindenkinek. És boldog polgári új esztendőt is, és visszavárjuk. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá. Köszönöm a lehetőséget. Az elmúlt negyed órában dr. Szili Katalint, a Magyar Parlament volt elnökét, mostan miniszterelnök Orbán Viktor személyes megbízottját látták és hallották egy olyan témáról, amit nem lehet elengedni, és amiről még sokszor fogunk beszélni. Most előzetesek, majd kolléganőm beszélgetését látják felvételről, Rosenfeld Daniellel és Zámbó Árpáddal. Tartsanak velünk!